egész közel van előtted. Ott. Így kb. Hát... Még egy picivel lejjebb van a feje. Így? Jó. Most a Füle hegyét éred el. Forgunk. Kántor, ül. Az egyik legismertebb magyar filmes rendőrnyomozó, Csupati őrmester bőrébe bújhatunk Budapesten a Madaras József téren. Az egykori Kántor című sorozat bűnügyei elevenednek meg ebben a parkban, és invitálnak kalandra minden okostelefonnal közlekedőt. A játékban még maga Kántor, a legendás rendőrkutya is a segítségünkre lehet. A rendőrök a helyszínen és különböző számokat használnak, ugye, hogy azonosítsák a bűnjeleket. Ezek a táblák jelennek meg nagyon nagy méretben a téren elhelyezve. Ez a tárgy része, és ehhez fejlesztettünk egy applikációt, ami egy virtuális síkon, illetve egy applikációs digitális síkon egészíti ki az installációt. A készítők 6 bűnjelet rejtettek el a területen, ezeket felfedezve érdekességeket olvashatunk a környékről, a helyszín névadójáról és a filmről is. Körülbelül fél óra alatt mindent ki lehet próbálni az applikációban. Megtaláltuk az 5-ös számú nyomot, úgyhogy nézzük meg, hogy mit rejt ez az új lenyomat. Rendőrmúzeum, és itt magáról Kántorról találunk információt, hogy ki volt ő, vannak róla képek is, illetve azt is megtudhatjuk, hogy a Kántor című sorozatban kijátszotta a kutyát, ő egyébként Tuskó volt, Kántornak a fia. Mögöttünk van Madaras József és Kántornak a szobra. Ilyen szempontból evidens volt, hogy ezzel szeretnénk valamit kezdeni. Ugye Madaras József legismertebb szerepe a Kántor című sorozatban játszott őrmester volt, és ilyen szempontból szerettünk volna egyrészt ennek a szeretnek, Kántornak és Madaras Józsefnek emléket állítani, illetve a modern technológia felhasználásával egy olyan interaktív installációt létrehozni, ami nem csak így a múltba révet, hanem a jövőbe is tekint. A Kántort először 1976-ban vetítette a Magyar Televízió. A fekete-fehér krimiből 5 részt forgattak, a sztorikat pedig Szamos Rudolf, Kántor nyomoz és Kántor a nagyvárosban című könyvei alapján írták. Az első részben humort is csempésztek az alkotók, ebben a jelenetben például Kántor elcsent egy kolbászt egy gyanútlan hölgy kosarából. Fogják meg! Elvitte a kolbászt! Fogják meg! Miután a kóborebb profi nyomozóvá vált, sorra derítette fel a bűnügyeket és buktatta le a rablókat, valamint a gyilkosokat. Hogyan jelenik meg nekünk Kántor az applikációban? Igen, hogyha a megfelelő részét a Kántor címszó alatt elindítod azt a menüpontot, akkor itt ki tudod választani az egyik jelenetet, ami a sorozatok epizódjaihoz tartozik a történet abban a játékban. Igen, így ha kiválasztod az egyiket, mondjuk az első rész, külvárosi őrszoba, akkor elolvashatunk egy rövid bevezetőt a sztoriról, és utána elkezdhetünk nyomozni a bűntényben. Kántornak utasítást adunk. Akkor egy tolvajbandát fogunk most megkeresni. Na és itt van Kántor, igen. Igen, nagyon most téged nagyon, igen, most nagyon közel van hozzám Kántor. Ha utasítást adsz neki, hogy szagoljon, akkor elkezd szagolni a nyomok után, és követned kell Kántort, amíg elvezet a nyomokig. Ha itt utasítást adsz neki, akkor ez abszolút autentikusan Madaras József hangján szólal meg az alkalmazás. Szagolj! Tovább szagolj! Kántorról egyébként azt érdemes tudni, hogy ő akár ilyen 10-15 kilométerre lévő dolgokat is ki tudott cimatolni. Azért volt ő nagyon ügyes annó. Nagyon élethű a kutya, akit látunk az applikációban. Ő tényleg Kántor? Így van, ő tényleg Kántor. A Budapesti Rendőrmúzeumban megtalálható a kitömött teste. Úgyhogy egyébként mi 3D-szkennelésre is foglalkozunk, úgyhogy mi elmentünk oda a rendőrmúzeumba, beszkenneltük a kutyát, és ez alapján készítettünk 3D-pontfelőt, majd 3D-modellt, és ezt használtuk fel az alkalmazásban is. Az óriási nyomok május végéig várják a modern detektíveket, az app viszont később is használható lesz. Például bármikor készítettünk a segítségével közös képet Kántorral.